Tradíció, innováció, kreativitás, merészség. Ezek a kulcsszavak jutnak az ember eszébe a Győri Balett legújabb kisfilmje kapcsán, melyben a Győri Nemzeti Színház tetejét is meghódítja a művészetük. Az alkotása a jubileumi évadra készült, ugyanis fennállásának 45. évfordulóját ünnepli a világhírű társulat. Ebből az alkalomból különleges hangulatú sajtótájékoztatót rendeztek a Balett stúdióban pénteken, ahol Velekei László igazgató azt mondta, továbbra is Markó Iván gondolata mentén haladnak, vagyis művészetük a közönséggel együtt válik teljes egészé. 45 év, 170 bemutató, 192 városban járt a társulat, és 2854 előadást hozott létre, és több mint 2.211.070 néző láthatta a Győri Balett társulatát. Én azt gondolom, hogy ez elképesztő számok, és hogy mi az, ami ezt a 45 évet mégis összeköti? Az a Markó Iváni gondolat, hogy a művészetünk a közönségünkkel válik egy teljes egészé. Önökkel válik egy teljes egészé, veletek, veled teljes. Ez a szlogenünk is. Veled teljes, ezzel a szlogennel és egy teljesen megújult arculattal, új logóval és marketing kampánnyal vág neki az ünnepi évadnak a Győri Balett, mely ezentúl a stúdió külső falán is megjelenik, és a város több pontján is fellelhető lesz. Emellett ez az információs fal indul útjára a város intézményeibe, ami érdekes információkat, sőt egy kis oktató videót is tartogat. Az alapmozdulatokat ezen a korláton ki is próbálhatják az érdeklődők. Az arculat kialakítására, mint egy alkotói folyamatra szoktunk gondolni alkotótársaimmal, ahogyan az előadásoknál is, mindig tisztán szeretjük látni azt, hogy mit szeretnénk kommunikálni, kinek és milyen hatással szeretnénk lenni a nézőinkre. Itt nagyon egyszerű volt a feladat, hiszen a 45 év pontosan azt tükrözi, hogy mindenki kell ehhez a feladathoz, úgy a közönség, a támogatók, a partnereink és a táncművészeink. A társulat egy tradícióra és innovációra építő programsorozattal koronázza meg az évfordulót, ami méltó módon idézi fel a társulat gazdag múltját, miközben új élményeket is kínál az érdeklődők számára. Elstartol az Ebédelj egy táncossal rendezvény, mely során a kiválasztott szerencsés résztvevők exkluzív ebéd mellett találkozhatnak a balettművészekkel. Filter néven beszélgetős tea délután indul legendás táncművészek, fotóművészek, újságírók közreműködésével. Szintén újdonság lesz a Hallgatlak podcast sorozat, melyben a társulat egykori és jelenlegi tagjai mesélnek élményeikről. A Győri Balettről én azt gondolom, hogy azon túl, hogy hihetetlen profi csapatról van szó, nagyon családias a hangulat, ezt nyilván akik közelről ismerik őket, pontosan tudják. Ezt a fajta kettősséget szeretnék megmutatni ezekben a beszélgetésekben. Mindegyiknek lesz egy fő tematikája, van egy fő tematikája, ekköré épülnek a különböző epizódok, például hogyan születik meg egy előadás, hány ötlet kell ahhoz, hogy végül megvalósuljon egy abból, milyen egy házaspár élete, akik az együttesben találkoztak, és milyen az életük a hétköznapokban. Az együttes az évfordulóra egy extrákkal kiegészülő előadás sorozattal is készül. A Markó Gombár bérlet keretében a közönség 4 különböző táncelőadást tekinthet meg az évad során. Az ünnepi sajtótájékoztatón Győr polgármestere azt mondta, az önkormányzat továbbra is a balett mögött áll. Nem kívánhatok más, csak még 45 ugyanilyen gyümölcsöző évet. Szeretném megköszönni már most a társulat mostani korábbi művészének, illetve a korábbi külföldi vendégművészetnek, akik részt vettek a munkában, azt, hogy ez a 45 év létrejött. Azt tudom ígérni, hogy mi önök mellettetek fogunk állni. A Gyesev ZRT-vel különleges együttműködést kötött a társulat. Erről és az Éva és Ádám című új darabról részletesen a későbbiekben számol majd be a Győri Balett.